Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját, a hírös híreket látják csütörtökön este 7 órakor. Mutatjuk a főbb témákat egy-egy mondatban. Már regisztrálhatják szüleik az 5 és 11 év közötti gyermekeket a koronavírus elleni oltásra. Az ünnepek alatt megszaporodnak a ránk leselkedő veszélyek is a közutakon, figyelmeztet a rendőrség. 180 ezer szülőtől vár még adatokat a NAV a személyi jövedelem adó visszatérítéséhez. Már regisztrálhatják szüleik az 5 és 11 év közötti gyermekeket a koronavírus elleni oltásra. A rizikófaktorba tartozó gyerekeknek mindenképpen ajánlja a koronavírus elleni védőoltás felvételét Rusvai Miklós. A virológus azt mondta, a szülők minden esetben először konzultáljanak a gyermekorvossal. A kormány december közepétől teszi lehetővé hazánkban, hogy az 5 és 12 év közötti gyermekek is megkaphassák a koronavírus elleni védőoltást. Rusvai Miklós virológus első körben azon fiataloknak ajánlja a vakcina felvételét, akik a rizikófaktorba tartoznak. Ne felejtsük el, hogy vannak súlyos problémákkal élő gyerekek, cukorbetegség, magas vérnyomás, keringési problémák, nagy súlyfelesleg. Az ő számukra mindenképpen ajánlott minél előbb a vakcina felvétele. Én még a gyermekorvosokkal mindenképpen tanácskoznék a szülők helyében, hallgatnék az ő tanácsukra. Én, mint virológus, egyelőre csak amerikai adatok alapján tudom azt mondani, hogy a gyermekekben a vakcina jó védőhatású. Bár eddig még nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre adatok a fiatalok fertőzöttségével kapcsolatban, amerikai felmérések azt bizonyítják, hogy a gyermekek körében is terjed a súlyos szövődményekkel járó COVID. Sajnos azt kell mondanom, hogy én legutóbb a Heinpál gyermekkórház osztályos orvosának a nyilatkozatát hallottam, ami nem volt túl biztató, tehát ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy előbb-utóbb valóban a gyermekek számára is kifejezetten ajánlható és ajánlott lesz ennek a védőoltásnak a felvétele. Én várnék még egy-másfél hónapot, és figyelemmel kísérném a napvilágra kerülő információkat. A gyermekvakcinát igénylő házi gyermekorvosok is fognak kapni a jövő héten Magyarországra érkező Pfizer rakományból. Az első szállítmány várhatóan 69 ezer gyermekoltását teszi lehetővé december 15-től. A sötét, ködös, csapadékos téli időben rendkívül fontos, hogy mind az autósok, mind a biciklisek, mind pedig a gyalogosok láthatóvá váljanak. A balesetek megelőzése érdekében a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai megtartották a Látni és Látszani akciójukat, melynek az utolsó napján is felhívták az emberek figyelmét a közlekedésben való felelősség teljes magatartásra. Jégkaparó, fényvisszaverő, láthatósági mellény. Egyebek mellett ezeket a sötétben nélkülözhetetlen eszközöket ajándékozták ma a rendőrök az egyik kecskeméti benzinkúton. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Látni és Látszani akció utolsó napját tartották meg ma a városban. Korán sötétedik, rossz az időjárási viszony, tehát nem csak hogy korán sötétedik, hanem szürke, párás, ködös időszak van, amikor nagyon-nagyon nehéz meglátnunk egymást is, pláne az autósoknak, a közlekedő gyalogosokat, illetve kerékpárosokat. Jó, az irányjelzőt működünk. A benzinkútnál tankoló autók felszereltségét egy másik rendőr ellenőrizte. Farkas Attila ezen felül jó tanáccsal is ellátta a sofőröket. A betérő autósok figyelmét fölhívjuk arra, hogy az őszi-téli időjárás kapcsán nagyon fontos a világító és jelző berendezések ellenőrzése. Ezt ugye minden nap meg kellene tenni az első elindulás előtt, viszont sokan ezt elfelejtik. Ilyenkor ősszel-télen ez nagyon fontos. Rövidebbek a nappalok, gyakrabban vannak ködök, így többet kell korlátozott látási viszonyok között autózni. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azok az autók, amiknél már visszajelző rendszerek vannak, azok sem 100%-os biztonsággal jelzik vissza a meghibásodást, tehát fontos, hogy igenis megtörténjen ez az ellenőrzés. Szó volt továbbá az ablaktörlők állapotának ellenőrzéséről, a fagyálló szélvédő mosófolyadék fontosságáról, és arról, hogy időközönként menjünk el a szemészhez, és bizonyosodjunk meg arról, hogy nem romlott a látásunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján ónos eső és havazás várható a következő napokban.
A Magyar Közút ZRT már novemberben átállt téli üzemmódra. Így most is 0-24 órás szolgálatban látják el a szakemberek az útüzemeltetési feladatokat. A következő napokban az ország számos megyéjében várható ónos eső, majd havazás, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint a Magyar Közút Nonprofit ZRT érintett mérnökségei a szükséges előszórási és hóeltakarítási munkákról ütemezetten gondoskodnak. A közút kezelő már november 10-től kezdődően átállt téli üzemmódra az ország teljes területén, ezzel együtt 0-24 órás szolgálatban látják el a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. Azóta folyamatosan ütemezetten végzik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. A 19 megyei igazgatóságon, 95 mérnökségen és a központi irányításban mintegy 3700-an dolgoznak váltott 12 órás műszakokban a járható utakért. Országosan 915 nehézgépjárművet, 160 rakodógépet és 158 hómarót mozgósíthatnak, ha kell. Az elmúlt egy hónapban összesen közel 18 ezer tonna útszórósót és 1,7 millió liter kálciumklorid oldatot juttattak ki. Az időjárás előrejelzés alapján a közútkezelő szakemberei és gépei is újra hadba álltak. Szükség esetén először az országos közúthálózat gyorsforgalmi hálózatán, majd a főutakon, ezt követően a településeket összekötő mellékutakon, illetve bekötő utakon végeznek síkosságmentesítést. 180 ezer szülőtől vár még adatokat a NAV a személyi jövedelemadó visszatérítéséhez. Az adóhivatal segít abban, hogy minden érintett február 15-ig visszakapja az idén befizetett adóját. A napokban minden érintettnek küld a hivatal tájékoztató dokumentumot is. A nyilatkozatokat december 31-ig kell kitölteni. Aki december 31-ig nem jelez, több százezer forintot veszíthet el. 180 ezer szülőtől vár még adatokat a NAV az SZIA visszatérítéséhez. Az adóhivatal segít abban, hogy minden érintett február 15-ig visszakapja az idén befizetett adóját, ezért a napokban mintegy 180 ezer szülőnek küld tájékoztatást. Az érintetteknek 2021. december 31-ig kell kitölteni a visszadó nyilatkozatot. December 7-ig több mint 380 ezer nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz. De még vannak, akiktől a családi adó visszatérítéshez további adatokat várnak. A napokban azok a szülők kapnak tájékoztatást, akik a családi adókedvezményt évközben érvényesítik, így az adó visszatérítésre is jogosultak, de a kiutaláshoz szükséges adatok nem állnak rendelkezésre. 2022. február 15-ig minden dolgozó gyermekes szülő visszakapja az idén levont személyi jövedelemadót, a levont ECHO 2/3-át, valamint a KATA 1/4-ét. Ám ehhez a kiutalást teljesítő adóhivatalnak tudnia kell arról, hogy ki jogosult adó visszatérítésre, és ennek összegét milyen belföldi bankszámlára vagy postai címre kéri kiutalni. Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, az már csak jövőre az SZIA bevallásában kérheti a családi adó visszatérítést, és a visszatérítést is csak jóval később kapja meg. Keresztet szenteltek fel a mai napon a köztemetőben a kecskeméti görög ortodox egyházközség elhunytjainak emlékére. Az emlékművet a kecskeméti görög nemzetiségi önkormányzat állította. Kecskeméten 200 évvel ezelőtt telepedtek le görög kereskedők, és hoztak létre egyházközséget, amely azóta is megmaradt, mondta el a helyszínen Horeptosz Konstantin, a kecskeméti görög nemzetiségi önkormányzat elnöke. Magyarországon 35 görög alakítású görög egyházközség volt a 17-től 19. századig. A kommunizmus viharai elsöpörték a temetőjüket, amelyet ezzel a kereszttel pótol jelképesen a közösség. A város jóvoltából a köztemetőben kapott helyet a kereszt, amely szimbolizálja mindazoknak a sírját, emlékét, akik itt a régi görög egyházközségben éltek, szolgáltak és elhunytak. A keresztet Fűzé Borisz, a kecskeméti görög ortodox egyházközség plébánosa szentelte fel a mai napon. Országos középiskolai versenyt tartottak ma a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban, For For Europe címmel. A diákoknak az Európai Unióval kapcsolatban kellett megmutatniuk tudásukat a döntőben, amelyen 14 csapat szerepelt. Tíz európai uniós állam himnuszát kellett felismerni, és ezeket az országokat egy vaktérképen elhelyezni a középiskolásoknak többek között ma a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban.
A Magyarországi Europe Direct információs hálózat, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája. Four for Europe címmel Európai Uniós témájú versenyszervezet középiskolás diákoknak, melynek döntője zajlott a mai napon. A vetélkedőre országos szinten 252 négyfős csapat regisztrált, ebből a döntőbe összesen 14 csapat jutott be. Kecskemétről a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kadelek közgazdasági technikumának diákjai kerültek be a döntőbe. Az online fordulók után ma a fiatalok személyesen is bizonyíthatták tudásukat. A mai fordulóból kiderült, melyik versenyző csapat a legtájékozottabb, legfelkészültebb az Európai Unióval kapcsolatban. Az országos döntő első helyezett csapatának osztály és felkészítő tanára egy 4 napos szlovéniai kiránduláson vehet részt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szervezésében. A hagyományos ízű szaloncukrok a legkelendőbbek idén. A Lajos Mizsei Rimóci Árt csokoládé és grillás szalonban például már novemberben elfogytak a retro szaloncukrok. Rimóci László tulajdonos szerint a nosztalgikus ízvilág egyre nagyobb teret nyer. Konzum szaloncukrok már alig vannak a polcokon. A Lajos Mizsei Rimóci Árt csokoládé és grillás szalonban például már november végén elvitték az összes retro szaloncukrot. Bár a tulajdonos próbál újabb mennyiséget legyártani, nem tudja utolérni a megrendelések számát. Rimóci László szerint újra a nosztalgikus ízvilág és a jó minőség dominál a magyar családoknál. A legközvetlenebb továbbra is a zselés szaloncukor természetesen, abból nagy választékkal, étcsokoládé trüffelek, a marcipános szaloncukrok, de a gyümölcsös, például a sajtótás, pannakottás szaloncukor, és a vörös áfonyás marcipán, és ezen kívül az őrség zöld aranyának a változata, a fehér csokoládés tök magos sós karamellás változat, ami szerintem és számomra is a legkedveltebb. A mézes kalács házikók is nagyon népszerűek, de a kézműves termékek is kelendőek. Rimóci László saját készítésű csokoládékkal is készül az ünnepekre. Kifejezetten karácsonyra most újdonságaink a fehér csokoládé és Vojtek csokoládé angyalkákat készítettük, amit már húsvétkor megvásároltuk a formákat hozzá Olaszországból, és akkor ezek egy újdonság, és nagyon közkedveltek. Valamint a fiatal körébe pedig a csokoládé bombáink, amelyek egy gömb csokoládé, és 2 deci forró tejbe kell belehelyezni, ami elolvad a forró tejbe, és a pillecukor, amik benne van, azok felugranak a tej tetejére. Az ünnepi mini grillás boxok és a sült marcipánok iránt is nagy az érdeklődés. Rimóci László nem csupán karácsonyra, hanem szilveszterre is több meglepetéssel készül. Eperjes Károly lesz az Otthon mozi vendége december 12-én vasárnap. A színész rendező Magyar Passió című filmjét mutatják be, az előadás végén pedig közönségtalálkozót tartanak. Ismét közönség találkozóval egybekötött vetítést tartanak az Otthon moziban. December 12-én vasárnap 18 órakor egy magyar filmdráma, a Magyar Passió várja az érdeklődőket. A film a magyar történelem egy szégyen foltját, a szerzetes rendek 1950-es feloszlatásának tragédiáját mutatja be. A középpontban Leopold atya áll, aki azért küzd szerzetes társaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Az út rögös. Letartóztatják, kínozzák, de nem bírják megtörni. Kitartása pedig mindent megváltoztat. Az előadás után Kriskó János, a Kecskeméti Televízió szerkesztő műsorvezetője beszélget a Filmszínház vendégével, Eperjes Károllyal. A Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznek a Magyar Passió az első rendezése, és ő a film főszereplője, valamint egyik forgatókönyvírója is. Ennek köszönhetően pedig nagyon sok háttérinformációval szolgál majd a nézőknek, akik maguk is kérdezhetnek az alkotótól. Az állatok is karácsonyoznak a Kecskeméti Vadaskertben szombaton. Ezen a napon karácsonyi ajándékként jelképes összegért látogatható majd az állatkert. Délelőtt 10 órakor kezdődnek a programok látványetetéssel, majd a köszöntő után a Mikulás várja a vendégeket. Fellép a Katánk zenekar, de látható lesz a Furfangos Paraván báb előadása is, valamint a legkisebbek látogatást tehetnek Ani néni mesekuckójába. Délután 2 órakor ismét sor kerül a látványetetésre, majd a Napraforgó Meseszínház várja az állatkertbe látogatókat. A Vataskert előtti parkban a programokon ingyenes lesz a részvétel.
A gyerekek ajándék arcfestést kérhettek, a látogatóknak pedig meleg italokat kínálnak az ott dolgozók. A részletes programról a Kecskeméti Vadaskert közösségi oldalán olvashatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Már regisztrálhatják szüleik az 5 és 11 év közötti gyermekeket a koronavírus elleni oltásra. A rizikófaktorba tartozó gyerekeknek mindenképpen ajánlja a koronavírus elleni védőoltás felvételét Rusvai Miklós. Az ünnepek alatt megszaporodnak a ránk leselkedő veszélyek is a közutakon, figyelmeztet a rendőrség. 180 ezer szülőtől vár még adatokat a NAV a személyi jövedelemadó visszatérítéséhez. Keresztet szenteltek fel a mai napon a köztemetőben a Kecskeméti Görög Ortodox Egyház község elhunytjainak emlékére. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan kiemelő című műsorunkkal folytatjuk, amelyben mai vendégeinkkel arról beszélgetünk majd, mi kell ahhoz, hogy egy mai fiatal akár vadászgépeket is szerelhessen. Ellátogatunk majd magazinunkban a Vadaskertbe is, ahol betekintünk a lakók téli vackába, majd ezt követően azt is eláruljuk, mit tehet az, aki szeretne kedveskedni a környezetünkben itt telelő madaraknak. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híros.hu. A híros híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel, információkkal természetesen holnap este, tehát pénteken is várjuk majd önöket 7 órakor. Ha tehetik, nézzék akkor is a Kecskeméti Televíziót. Köszönöm, hogy ma este megnézték a hírös híreket, hamarosan jön a kiemelő. Addig is viszontlátásra! Pénteken még keleten lehet gyenge eső, a Dunántúlon kisüt a nap, néhol nehezen oszlik fel a reggeli páraköd. A minimum hőmérséklet mínusz 9 és plusz 2 fok, a csúcshőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulhat. Szombaton többfelé ködös lesz reggel, az ország nagy részén nem fog esni, a déli tájakon viszont kevés havas eső valószínű. Napközben feltámad a szél, mely vasárnapra viharossá fokozódik. Vasárnap a Dunától keletre nagy területen eshet. A hőmérséklet függvényében eső, havas eső, hó válthatják egymást. Viharos északi szélre kell készülni, a maximumok mindenhol 5 fok alatt maradnak.